A berekben hosszú évtizedek óta gondot jelent a csapadékvíz elvezetése. Ez a probléma oldódik meg egy 100%-os állami támogatású, 1 milliárd 50 millió forint értékű beruházásnak köszönhetően, amely révén 7 település, Jánd, Gulács, Tarpa, Hetefehércse, Márokpapi, Csaroda és Tákos jut csapadékvíz elvezető hálózathoz. 2012-ben alapítottuk meg a társulásunkat, Jánd és térsége csapadékfejlesztő hálózat néven. Ahogy a nevében is benne van, csapadék elvezető rendszerek fejlesztését, kiépítését tartalmazza. A településenként változó, legkisebb és legrövidebb csatorna beruházásunk Csarodán valósul, meg a leghosszabb, illetve a legmagasabb értékben pedig Tarpa településen. A fejlesztés kapcsán kapcsolódik a beregi árvíz tározóhoz szorosan, illetve a tározóhoz kapcsoló infrastruktúrális fejlesztésekhez. Ez annak egy nagyon fontos állomása a csapadékelvezető rendszereknek a kiépítése. Tilki Attila országgyűlési képviselő kiemelte, hogy a lakosság komfortérzetének növekedése mellett gazdasági haszna is lesz az új csapadékvízelvezető hálózatnak. Itt a folyó mentén és egy érzékeny vízbázisú területen különösen fontos, hogy mit kezdünk a beltöleti csapadékvízzel. Nagyon-nagyon sokszor hívják a megyei katasztrófavédelmet is a kárelhárítások miatt, és ennek a beltöleti csapadékvíznek természetesen, hogy a mérnökök, a szakértelem, a szakma azt tudja, hogy hogyan lehet elrendezni, ahogy a mérnök úr is fogalmazott, hiszen a vízre egyébként pedig a mezőgazdaság területén szükség van, tehát nem elvezetni szeretnénk és levezetni valahova, hanem elrendezni, az azt jelenti, hogy a víz, ami sokszor gondot okoz, nagyon sokszor hasznos a települések életében. A munkálatok helyi alvállalkozók bevonásával már ebben a hónapban elkezdődnek, és a kivitelező szeretné, ha 2015. február végi határidő előtt 2 hónappal a jövő év végén be is fejeződnének.